Kovász Judit vehette át a Magyar Szabadságért díjat a jövő generációjáért végzett évtizedek óta tartó alázatos munkájáért és a magyar irodalom népszerűsítéséért. A 7 évvel ezelőtt elhunyt Ciberéné Szító Máriára emlékeztek a szadaiak június 12-én. A népművelő tanítónő tiszteletére emléktáblát avattak a szadai tájház falán. Egy kifejezetten mozgássérültek szállítására átalakított, speciális autóval igyekszik közhasznú célokat is ellátni a Szadai Diósi Lauráért alapítvány. Június 11-én és 12-én rendezték meg a Gödöllői Juniális Kupát, melyre az ország különböző pontjairól összesen 142 versenyző utánpótlás foci csapat érkezett.